Topolya község 41 képviselőjéből 39-en jelentek meg a pénteki második ülésen. A 20 napi rendi pontot csaknem rekordidő alatt másfél órán belül letudták. A KKT elnöke szerint ez a pártok közötti előzetes egyeztetés eredménye volt. Az állandó bizottságok vonatkozásában, aki ugye 11 van és 55 tagot számlál, ott pedig azzal arányban, hogy kinek hány képviselője van és hány elnök, osztottuk szét a mandátumokat szintén közösen, tehát ebből nem volt gond. A pro-urbedi vonatkozásában szintén egy viszonylag egyszerű, viszonylag kevés javaslat érkezett, tehát innentől kezdve ezt is el tudtok fogadni, és hát az új képviselők megválasztása körül pedig azt hiszem, hogy mindjárt örültünk, és hát meg is lett tapsolva, úgyhogy azt gondolom, hogy ezzel a konstatuálódásunk teljes mértékben befejeződött. Topolyán legközelebb július 26-án tartanak képviselőtestületi ülést, akkor 40 pontról tárgyalnak majd. Többek között az igazgatóbizottságok és a költségvetés átütemezése lesz napirenden.